Kiadó. Ez a tábla olvasható jelenleg a megyei MSZP egykori irodáján, ahová az Amandula Kft. Is be van jegyezve. Ez az a cég, amelyik a pécsi Mandulás kemping területét birtokolja, és a baloldali városvezetés megvenné tőlük a mecsek ingatlant. Első körben a cég luxus lakóparkot épített volna ide, de a közfelháborodás miatt erről letettek. Most más módon akarják önkormányzati pénzhez juttatni a céget és a mögötte álló érdekkört, mondja a városi Fidesz frakció vezetője. Mégpedig úgy, hogy a városvezetés egy tavaly novemberi, decemberi döntése nyomán úgy határozott, hogy értékesítés útján megvásárolja, bejelentkezik, hogy az önkormányzat vásárolná vissza ezt a területet. Az érték azon 1 milliárd forintban került meghatározásra, ami ez önmagában kétséges lehet, hiszen ismert, hogy annak idején mindössze 160 millió forintért kapta meg ez a társaság ezt az ingatlant. Tehát a sokszorosát tudná keresni úgy, hogy ott egy kapavágás sem tett. Ez a cég egyébként tartozik helyi adóval a pécsi önkormányzatnak, amit azért be kellene hajtani, mondja a képviselő. Csizmadia Péter szerint egyértelmű jelei vannak, hogy az önkormányzat 1 milliárdja a városvezetéshez köthető gazdasági érdekcsoportokhoz kerül majd. Ugyanazon a napon készül az önkormányzati polgármesteri előterjesztés a vételről, mint amikor értékesítik a céget. A vevő pedig egy cégein keresztül és családi szálain keresztül, szintén köthető egyébként Péterfi Attilához, tehát ő a hőerőműben vezető beosztásban dolgozott korábban. Tehát ezek a tények, ezeket ismerjük. Tehát nincs kétségünk a felől, hogy ezt az üzletet át fogják erőltetni, de hogyha már a barátaiknak ekkora szívességet kívánnak tenni, akkor az a minimum, hogy kifizesse a társaság az adósságát, amivel minden pécsinek tartozik. Mint korábban már beszámoltunk róla, a pécsi önkormányzat megújuló meccsek elnevezéssel egy turisztikai fejlesztő programba csomagolta a Mandulás megvételét is. Indoklásuk szerint újra életre kelhet több terület a meccseken, azok a területek, melyeket a pécsiek jó eséllyel használnak majd a jövőben. A felsorolt ingatlanok között van a lepusztult Mandulás kemping is 1 milliárd forintért.